Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma estén, és ennek a különleges webinár sorozatnak a második állomásához érkeztünk. Biztos emlékeztek még rá, dr. Csizmadia Bea előadása volt egy héttel ezelőtt, ami a mai napig elérhető és megnézhető több YouTube csatornán. És ma is egy nagyon-nagyon különleges vendégünk van. Egy olyan, akit többségében nem hallhattatok még, hiszen nem olyan régi DXN tag ő még, viszont az a szakmai múltja és az a szakmai pályafutása, ami mögötte áll, az méltán nyerte el a vezetők bizalmát, és amióta én megismertem dr. Cinege Lászlót, azóta mind a személyiségében, mind a szakmai tudásában hihetetlenül felnézek rá, és abszolút méltónak tartom, hogy így minket, a DXN csapatát is egy előadással tanítson. Annyit érdemes róla tudni, hogy ő orvos természetgyógyász, 13 éves orvosi pályafutás után, nem is tudom a kifejezést, de majd ő biztos el fogja mondani, hogy kihátrált az orvosi szakmából, mert teljes egészében a természetgyógyászatnak szerette volna szentelni az életét és a pályafutását, és ezt azóta 17 éve űzi. Úgyhogy fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel dr. Cinege Lászlót. Szervusztok! Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, és szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy prezentációval készültem, és igyekszem akkor ezt megosztani veletek. Remélhetően most már látható a beköszönő dia. Egy kis bemutatkozással kezdek. Bocsánat, csak a diának a léptetésével vagyok egy kicsit bajban, de már meg is oldódott. Oké. Tehát 89-ben végeztem Budapesten a Semmelweis Egyetemen, aztán sebészeten kezdtem el dolgozni, illetve abból van szakképesítésem, és azt követően elég hosszasan dolgoztam házi orvosként. Tehát én Szabolcsnak rossz adatot mondhattam, mert összesen azért egy olyan közel 20 éves orvosi működés után hátráltam ki, illetve hát itt a 20 évet nehéz igazándiból megállapítani, mert 10 éven keresztül két kis hegyi településen voltam házi orvos, ahol hát mondjuk olyan, hogy munkaidő nem létezett, tehát elkezdődött január 1-én 0 óra 1 perckor, és befejeződött december 31-én éjfélkor. Tehát ott azért nem napi 8 órákat kellett rendelkezésre állni. Lényeg a lényeg, hogy ebben a háziorvosi időszakban voltak olyan meglátásaim, érzéseim, hogy a világ több annál, mint ami mondjuk a belgyógyászat könyvekben le van írva. Tehát elégedetlen voltam azzal, amit a legjobb szándék ellenére a betegeimmel el tudtam érni. És hát leginkább ez motivált abban, hogy más utakat is keresgéljek. Erről nem fogok sokat beszélni, viszont egy diával készültem, ami egyáltalán nem aktuális, de olyan készülékeket mutat be, amiket én az elmúlt sok évben használtam, és ezekkel a készülékekkel bele tudtam kukucskálni az általam fordulók szervezetébe, és az ortodox medicinában használatos eszközök közt képest én úgy gondolom, hogy sokkal korábban sikerült megfelelő adatok, információk birtokába jutni abban a tekintetben, hogy az illetőnek milyen baja van, vagy milyen tendenciák körvonalazódnak az ő szervezetében. Én most nagyon hálás vagyok azért, hogy itt a
vezetőség nekem bizalmat szavazott, és igyekszem ennek a bizalomnak megfelelni. De amikor elvállaltam ezt a mai webkonferenciát, akkor őszintén szólva bajban voltam, hogy mit fogok tudni nektek mondani, akik azt gondolom, hogy túlnyomó többségben régóta a DXN-esek vagytok, én pedig tavaly október óta, tehát a termékismeretem nem lehet olyan mélységes, mint amilyen mondjuk a tiétek, és hát törtem a fejem, hogy hogyan fogok én ebből jól kijönni, és eszembe jutott a 70-es évek közepén alakult piramis együttes, akiknek volt egy ajándék című száma, aminek a szövege nem pontosan idézve, de valahogy úgy hangzott, hogy gondolkodtam, mit is adhatnék neked, amit csak én tudok, és amiről te is tudod, hogy igazán én vagyok. Tehát én szeretnék olyat adni, amit nem biztos, hogy eddig kaptatok, és azt is érzékelem, hogy olyan előadók után, mint sorrendiségben, azt hiszem Jane Yao volt az első, aki a koronavírus kapcsán nekünk instrukciókat adott. Kronológiailag én utána Harmadkata előadását hallottam, aztán jött a dr. Savera féle szeminárium, és aztán az elmúlt héten az én szeretve tisztelt mentorom, Csizmadia Beáta adott elő arról, hogy egy ilyen koronavírus járvány idején a DXN palettájáról milyen készítményeket érdemes alkalmazni. Azt gondoltam, hogy ha nagyon kötöm magam ehhez a tervezethez, akkor kutyául fogjátok unni magatokat. Tehát én valamilyen egyebet próbálok ehhez hozzátenni, és ígérem, hogyha lesz a mostaninál mélyebb termékismeretem, akkor azért igyekszem veletek megosztani, de a jelenlegi szituációban én azt gondoltam, hogy akkor járunk a legjobban, hogyha megpróbálok egyfajta szemléletmódot közvetíteni felétek. Ugye a doktor kifejezést én vagy titulust nem használom a hétköznapokban, de egyébként latinul a jelentése az alapvetően eduktor, tehát tanító, a szó eredetileg így hangzott, és engem annak idején az egyetemre valószínűleg nem vettek volna fel, iszonyatos túljelentkezés volt, de sikerült egy olyan fizika tanára szert tenni, tehát aki hajlandó volt velem külön órákon foglalkozni, Lukács tanár úr, aki tulajdonképpen egy szemléletet adott nekem. Tehát akkoriban a felvételire körülbelül fizikából létezett egy olyan nagyságrendileg 1000-1200 példa, amiből 5-6-ot a felvételére beraktak, és ezek így ismétlődtek. Tehát két lehetőség volt, vagy megtanulok 1200 példát, próbálok memorizálni, vagy pedig sikerül szert tennem egyfajta szemléletre a fizikán belül, és ez az utóbbi adatot meg nekem, hála Lukács tanár úrnak, és egy ilyen arcátlan magabiztossággal mentem el felvételizni, mert teljesen biztos voltam benne, hogy a fizikával nem lesz gondom, és valójában nem is volt. Ugye az, hogy az egészség mit jelent nekünk, azt Arthur Schopenhauer nagyon jól megfogalmazta. Olvashatjátok is a dián, hogy az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Akik már voltak közülünk betegek, vagy a közvetlen környezetükben voltak olyanok, akik nagyon-nagyon mélyre kerültek egy betegség kapcsán, ők ezt tudják, hogy én miről beszélek. De valójában kérdés ugye, hogy mit értünk egészség alatt. Mondjuk a tünetmentességet érti én szerintem az utca embere leginkább az egészség alatt, és
Nekem a praxisokból konkrét arcok és nevek jönnek elő, hogyha erről beszélek, mert olyan emberek, akik májusban még tökéletesen érezték magukat, azokat mondjuk októberben eltemettük. Ugye, hogyha van tünetünk, de nincs fájdalmunk, az főleg férfi embereknél gyakorlatilag nem jelent valós problémát, tehát akkor kezdenek el odafigyelni bármire is, hogyha amíg fájdalmunk is van. Tehát, hogyha nem fáj semmi, akkor elkönyvelhetjük magunkat egészségesnek. Elvileg, persze ez nem így van, majd látni fogjátok. Illetve ott vannak a negatív szűrővizsgálati eredmények, szintén konkrét arcokra, nevekre emlékszem. Ugye a praxisokban én támogattam azt a fajta kezdeményezést, hogyha valaki azzal a szándékkal eljött hozzám, hogy szeretne szűrővizsgálati jelleggel egy nagy labort, hasi ultrahangot, mellkasröntgent, stb., amit ő fontosnak tartott, esetleg én hozzátettem a magam ajánlását, és visszajöttek ezekkel az eredményekkel, és konkrétan emlékszem olyanokra, akiknek mondjuk, ugye általában ezeknek a vizsgálatoknak a zöme január-februárra datálódott, tehát miután az emberek kihozanottak a pótszilveszterek után, akkor úgy gondolták, hogy most már ideje az egészséggel is foglalkozni, és ugye elmentek ezekre a vizsgálatokra, és olyanoknak, akik negatív szűrővizsgálati eredményekkel jöttek el hozzám, és örültünk ezeknek az eredményeknek, derült ki mondjuk ugyanabban az évben, augusztus-szeptemberben, hogy nagyon-nagyon súlyos betegségük van. És ezek a helyzetekben nem nyomot hagytak, tehát az említett, illetve mutatott eszközök, amelyek közül ma már egyet sem használok, tehát most van egy újabb, ezek voltak tulajdonképpen nekem kapaszkodók abban az értelemben, hogy az előbb említett szűrővizsgálatoknál egy kicsit többet megtudhassak azokról a páciensekről, akik erre nyitottak voltak. Laci, egy pillanatra itt hagyszak is a félbe, szeretnénk, hogyha kitennéd nagyban a diákat, hogyha téged ez nem zavar, jó a felvétel miatt, sokkal jobb lenne számunkra. Megpróbáljam nagyítani, Szabi, vagy pedig... A jobb alsó sarokban ott van három ikon, és a legutolsó ikon ott lent, ahol... Ne a nagy... egy pici gyere balra, ahol az egereddel az előbb voltál, tehát hogy ne a nagyságát állíts, hanem tulajdonképpen utána én lapozni a... tudsz. Igen. Ezek a diák egy része animált, és azért tartottam tőle, hogy abból baj lesz. Meglátjuk akkor, hogy ez most így változott? Nem, csak a méretét változtattad meg, tehát hogyha egészre teszed ki, ott ami most van az egered, egy jobbra menj még kettővel, még egyel, és ha azt megnyomod, akkor teszi ki. Aha, tehát ez az F5-nek megfelelő. Igen. Nagyon szépen köszönjük, és akkor így tudsz lapozni majd a space-szel. Értem. Köszönöm szépen. Tehát én a betegségek kifejlődéséről szeretnék nektek beszélni, mert ugye a hétköznapi gyakorlatban az emberek zöme gyakorlatilag érzékeli azt, hogy az idő múlásával nem lesz egészségesebb, sőt, hát előbb-utóbb nagyon csúnyán megbetegszik, és aztán elérkezik az az időszak, amikor már annyira beteg lesz, hogy az véget vet az ő életének. Én azt gondolom, hogy ha erre egy más alkalommal lehetőséget kapok, nagyon szívesen beszélnék, vagy úgy mondom, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy milyen betegség okok vannak még, tehát mik lehetnek az idő tényezőn kívül még olyan dolgok, amik befolyással lehetnek arra, hogy megbetegszünk-e vagy sem. És hát ugye feltételezhetjük, hogy létezik egy teljesen egészséges állapot, ugye harmad
Kata is megfogalmazta, hogy teljesen egészséges ember nem létezik, csak nem megfelelő gondossággal kivizsgált beteg, de mi tekintsünk úgy a dolgokra, hogy elméletileg létezik egy teljesen egészséges állapot. Ugye ilyenkor nincs tünet, nincs panasz, és természetesen az előbb említett szűrővizsgálati eszközökkel semmiféle problémát nem lehet a szervezetben találni. És azt azért én fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egészségre jobb, ha úgy tekintünk, hogy ez egy dinamikus állapot. Tehát, hogy itt egy folyamatos egyensúlyozásról van szó, és ezen folyamatosan dolgoznunk kell, és hát vannak nekünk kompenzációs rendszereink, amik azokat a pofonokat, amiket a szervezetünk kap nap mint nap, minden percben vagy másodpercben, azokat igyekeznek kivédeni. Tehát ha per pillanat jól vagyunk, azt szeretném mondani, hogy ebbe azért nem szabad nagyon bele pihennünk, mert ez egy dinamikus helyzet, tehát olyan, mintha egy létrán felérnénk egy magas fokozatra, de ugye ahhoz, hogy ott is maradjunk, ahhoz ott kapaszkodnunk kell, most nem ilyen festőlétrára gondolok, amivel az ügyesebbek akár a boltba is el tudnak menni, hanem a hagyományos létrákra, amin hozzám hasonlóak mondjuk szédülni szoktak. A betegségek kifejlődésében egy következő stációt én enyhe eltérésnek kereszteltem, ugye mondván, hogy ez egy olyan állapot, ami tünetet nem okoz, és hát ugye itt ebben a szituációban tulajdonképpen már a mi kompenzációs rendszerünknek egy nagyobb mozdulatot kell tenni ahhoz, hogy visszanyerjük az egyensúlyunkat. És ebben az enyhe eltérésben az illetőnek még sem tünete nincs, sem panasza nincs, és hát természetesen a szűrővizsgálatai azok negatívak. A keleti gyógymódok, és elnézést kérek érte, hogyha én összefoglalóan kínai gyógyászatként fogom ezt említeni, igazságtalan, de talán az a legelismertebb rendszer közülük. Ugye a keleti gyógymódok azok ezeket az enyhe eltéréseket korrekt módon tudják érzékelni, és ezeket az eltéréseket már igyekeznek visszafejteni, tehát hogy visszatérjünk a teljesen egészséges állapotba. Ugye amikor én az előbb mutatott készülékekkel vizsgálatokat végeztem, akkor volt úgy, hogy ilyen enyhe eltérést találtam, és konkrétan emlékszem egy kellemetlen szituációra, amikor egy olyan hölgy, aki egy ritmuszavar miatt járt hozzám, és nagyon elégedett volt, elhozta a velem egykorú fiát, aki immelámmal jött el, és tehát egyfajta unszolásnak engedve. Nagyon kellemetlen volt az egész szituáció, és amikor ott tartottunk, hogy én azt mondtam, hogy neki van egy bizonyos fajta gondja a gyomrával, akkor az asztalra csapott, hogy na, tudtam, hogy hülyeség volt eljönni, mert ha valami jó, akkor az a gyomrom. Mondta ezt, és aztán egy olyan 8 hónap elteltével kaptam tőle egy e-mailt, hogy egy muzsikus ember külföldön turnéztak, és ott egy akut belgyógyászatra bekerült, ahol körülbelül 6 napot töltött a gyomornak a problémája miatt. Ez nem volt egy egyértelmű szituáció, tehát megtörténhetett volna az is, hogy az ő saját kompenzációs rendszerei rendet raknak a szervezetébe, de itt konkrétan megvalósult az, aminek ugye a nagyon kezdeti jeleit már a saját eszközömmel én láttam. Ugye energetikai, illetve informatikai módszerekkel leképezhetők a szervezetünknek a eltérései nagyon-nagyon korán.
Közepes eltérésnek kereszteltem a következő stációt, ahol már van tünet, van panasz, ilyenkor szoktak az emberek ugye orvoshoz elmenni, aki elküldi őket a megfelelő vizsgálatokra, és mindenki legnagyobb meglepetésére az eseteknek egy jelentős részében ezek a vizsgálati eredmények negatívak, és hát akkor nézik egymást, hogy most hogyan tovább. Ilyen velem is előfordult, és hát egy nagyon komoly motiváció volt arra, hogy több eszközöm legyen, amivel mélyebben lehet látni a szervezetet, de az előbb említett eszközökkel, ha az előbbi stáció látszott, akkor természetesen ez még karakteresebben érzékelhető. És hát ez már nem egy olyan kényelmes szituáció, tehát itt azért a kompenzációs rendszereinknek már jobban oda kell magukat tenni ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lábalni, tehát itt már lógunk a kötélen, nem csak egyensúlyozunk rajta. És ugye a soron következő pedig az, amit én markáns eltérésnek kereszteltem. A nyugati szemléletmód szerint ezt ismerjük fel betegségként, mert itt azon túlmenően, hogy van tünet, van panasz, itt már a vizsgálati eszközökkel is eltérések érzékelhetők, aminek az áll a hátterében, hogy a korábban említett energetikai és információs eltérések, azok már a szöveteknek a struktúrájában is elváltozásokat eredményeztek, tehát megjelent egy daganat, egy ciszta, egy polip, amit könnyű felismerni endoszkóppal, vagy az itt bemutatott eszközökkel. Természetesen ez is látható az előbb említett állapotfelmérő készülékekkel. Itt ennek az alkalmazásának már csak inkább az a létjogosultsága, hogy a változásokat detektálni tudjuk. Ugye ez már nem egy kényelmes szituáció, tehát itt vészesen közeledünk a végkifejlett felé, és hát az a szomorú helyzet, hogy az emberek ilyenkor kérdeznek rá, mondjuk arra, hogy hogy is van azzal a gyógygombával, hogyha abból napi egyet beszedek, akkor vajon meg fogok-e menekülni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent kell nekünk ahhoz tenni, hogy a hozzánk fordulóknak is megfelelő szemléletet tudjunk adni. És hát az előbb említett markás eltérések közé tartozik egy 1 centis, vagy annál kisebb daganat felismerése, és hát erre azt mondja a nyugati medicina, hogy korai diagnosztika. Ez abban az esetben maximálisan igaz, hogyha mondjuk reggel 4:30-ra kell menni vizsgálatra, mert az marha korán van, de egyébként látva az eddigieket, hogy hány stáció mentünk keresztül, amiben már egyébként az eltérések érzékelhetők, ugye beláthatjuk, hogy ez minden csak nem korai diagnosztika. Néhány konkrét problémára is szeretnék kitérni, hogy ez az egész ne lógjon így a levegőbe. Ugye a fejfájás egy elég gyakori probléma, tünet, és az eseteknek a túlnyomó részében, ha a fejfájós beteget elküldik koponya-CT-re, vagy egyéb releváns vizsgálatokra, akkor nem találnak semmilyen kézzelfogható eltérést. Tehát őneki van tünete, van panasza, de gyakorlatilag a kivizsgálása negatív eredménnyel zárul. Hozzáteszem, hogy az előbb említett vagy bemutatott készülékek ilyenkor látják ennek az okát, és nagyon sokféle oka lehet, de például, ha már a kínai gyógyászatot említettem, akkor az epehólyag meridiánnak a halántékon is átmegy a lefutása. Az epehólyag meridián tünetei okozhatnak gyakorlatilag halántéktáji migrénes fejfájást. Ez nagyszerűen látható megfelelő eszközökkel, és egyáltalán nem látható röntgennel.
Vagy ott van a hasfájás, ami szintén egy nagyon gyakori probléma, ugyanez a szituáció. Tehát az illető x-edik alkalommal is lenyelheti az endoszkópot, az endoszkópos doktor megállapítja, hogy nincsen polip a gyomrában, nincsen gyulladás, nincsen fekély, nincsen tumor, és az illető hazamegy egy negatív endoszkópiás lelettel, és előbb-utóbb elkezd azon gondolkodni, hogy lehet, hogy az ő elméjében van a probléma. Holott egyszerűen arról van szó, hogy valamilyen energetikai, informatikai zavar van a háttérben, és hát ez igaz lehet egyébként a magas vérnyomásra is, és meg nagyon sok minden más egyébre. Ezt az ábrát azért tettem be, mert abban is különbözőek lehetünk, hogy a mi szervezetünkben a különböző szervek vagy szervrendszerek mennyire egyenletesen mutatnak hanyatlást esetleg. Ugye ezt a tájképet, ha behelyettesítjük úgy, hogy a középső erdőrész legyen mondjuk a keringési rendszer, a baloldali napraforgó tábla legyen a emésztőrendszer, a jobb oldali meg mondjuk a légzőrendszer, akkor látjuk, hogy ezek teljesen egy síkban, egy szinten vannak. Ilyen is van köztünk, és vannak köztünk olyanok, akiknél valamely terület egy nagyon komoly horpadást mutat, és hogyha mondjuk ez a vese területe, akkor őt vesebetegként könyveljük el, és az is lehet, hogy az összes többi szervrendszere tökéletesen működik, vagy akár az átlagnál valamivel még jobban is. Sajnos az átlag egyébként az, ugye ez egy földrengés utáni kép, és hát én úgy gondoltam, hogy azért érdemes betenni, bár lehet, hogy sokalni fogjátok a diákat, de a képek szerintem nagyon jól rögzítenek egy-egy gondolatot, és ugye azért a nagy többség, aki panaszokkal elmegy egy orvosi rendelőbe, azért nagyjából úgy néz ki, mint ezek a földrengés után többé-kevésbé állva maradt épületek. Tehát itt igazából elég, hogyha a pók egy nagyobbat tűzszent a sarokba, és lehet, hogy össze fog omlani még egy helyiség az épületből. És hát ugye ilyenkor szokott jönni az a kérés vagy kérdés, hogy tudnék-e valami olyasmit ajánlani mondjuk egy 300 forintos költségkereten belül egy teát, amivel ez a romos állapot mondjuk rendezhető, és hát erre elég egyértelmű nem a válasz. És a tumoros betegekről pedig mindig az jut eszembe, hogy ők olyan állapotban vannak a nagy többség, mint hogyha akut alján lennének, és felszokták tenni szegények ők is az előbbi kérdést, és ugye egy kútból kimászni azért lássuk be, hogy ahhoz nagyon-nagyon komoly összpontosításra, erőre és mind a négy végtagunkra szükség van, meg ha lehet, akkor még egy mentőkötélre is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy akinek már tünetei vannak, annak azért az egészségi szintje már nincsen túl jó pozícióban, tehát nagyjából az már a békafeneke alatt van, és hát ugye ahhoz, hogy ő ki tudjon mászni mondjuk a kútból, ahhoz elég erőteljes változásokra van szükség. Most egy kis ünneprontással folytatnám. A Flexner Reportra nem térnék ki különösebben, de ezen a néven a YouTube-on is megtaláljátok, akinek még nem ismerős, őnek érdemes azt a 10 percet rászánni, ami alatt ennek a lényege átlátható. Tulajdonképpen innét datálódik a nyugati orvoslásnak, pontosabban a gyógyszer alapú nyugati orvoslásnak a diadalmenete, és hát ennek a diadalmenetnek tulajdonképpen az ideológiai alapja az a tudományos materializmus, tehát ez a felvilágosodás korára vezethető vissza, és tulajdonképpen a gyógyítás
ezen keretrendszeren belül csak a gyógyszerekkel, műtéti eljárásokkal és a védőoltásokkal képzelhető el. És hát ugye vannak hatóságok, konkrétan a gazdasági versenyhivatalra gondolok elsődlegesen, amik árgus szemekkel figyelik azt, hogy mi gyógyítunk-e vagy sem. Itt felsoroltam azt a három jogszabályt, ami ezzel kapcsolatosan állást foglal, illetve most ez ránk nem vonatkozik például, hogy ne legyen meg az adott készítménynek az engedélye, amit ajánlunk, de arra nagyon kell vigyáznunk, hogy a kedvező élettani hatásokon kívül nem szabad azt ígérnünk a hozzánk fordulóknak, hogy meg fognak gyógyulni attól, amit mi ajánlunk őnekik. Tehát ez jogsértést jelent, ha így fogalmazunk, és az itteni felsorolás szerint sem a pozitív terméktapasztalatok, sem a betegektől vagy orvosoktól származó vélemények nem mérvadók, illetve hát az állatkísérleti eredmények sem. Tehát még azzal is bajban vagyunk, hogyha mondjuk Kínából, Dél-Koreából vagy Japánból előásunk egy egyébként teljesen a kor elvárásainak megfelelő tudományos studyt, tanulmányt, mert ha azt a, most azt hiszem OGI-nak hívják, ami itt még OGI-ként szerepel ezen a dián, vagy az Európai Bizottság nem fogadta el, akkor ezt sem tekintetjük alapnak arra, hogy mi gyógyulásról beszéljünk, tehát nem gyógyítunk, de segíthetünk az élettani állapotot javítani, amely a megelőzésnek az alapja, és hát ugye tudjuk, hogy a vonatkozó törvények nem ismerése az nem mentesít minket a be nem tartásoknak a következményei alól. Ehhez képest, hogy az univerzum törvényeinek a nem ismerése sem mentesít minket a be nem tartásuk következményei alól, és én azt gondolom, hogy ezek a súlyosabbak, mert ha megnézzük akár a magyar halálozási statisztikákat, vagy bárhol belefutunk egy cikkbe, tegnap kettőbe is belefutottam, az egyiket a Weborvos nevű portálról kaptam, ami úgy fogalmaz, hogy arányát tekintve Magyarországára a legrosszabbul, mondjuk a daganatos halálozásokban Európán belül, de ha még ez azt is hozzávesszük, hogy ugye nem csak az a fontos, hogy milyen élettartam regnál, mennyit tudunk élni, hanem hogy abból a 60-70-80 évből mennyit töltünk egészségesen, és hány évig járjuk a különböző rendeléseket, és nyomorultul éljük az életünket, tehát azért azt gondolom, hogy ez sem mindegy. És hát visszatérve ugye a betegségek okaira, szeretnék egy nagyon rövid dolgot a figyelmetekbe ajánlani. Hogyha elmegyünk egy kirakat előtt, és ott megpillantunk egy ilyen összeállítást, akkor ha utólag megkérdezik, hogy mit láttunk, akkor azt gondolom, hogy a nagy többségünk azt fogja mondani, hogy látott egy fehér blúzt és egy kék nadrágot. Aztán, bocsánat, csak én az animált diákat nem állítottam át, statikusra számítottam, ezért lesznek malőrök. Na, a következő nap pedig ugyanazon a babán legyen mondjuk egy fehér tunika egy fekete nadrággal, és a soron következő alkalommal pedig legyen egy fekete estéruha. Tehát minden alkalommal a ruhára emlékszünk, és arra koncentrálunk, és az ragadja meg a figyelmünket, de ha visszanézitek, akkor minden esetben ugyanaz a próba a baba volt a kirakatban. Oda akarok kiukadni, hogy ami ennek a látszatnak, amivel el voltunk foglalva, tehát a ruháknak formát adott, amitől ezek tulajdonképpen meg tudták magukat mutatni, láthatóvá váltak, az minden esetben ugyanaz.
És ezzel azt szeretném mondani, hogy nagyon sok esetben ugyanazok a oki tényezők állnak a legkülönbözőbb általunk diagnosztizált vagy ismert betegségeknek, betegségcsoportoknak a hátterében. Tehát ez az, amit én úgy gondolom, hogy egyszer érdemes lenne részleteiben átbeszélni. Ha eljutunk a termékajánláshoz, a végszám palettájáról, akkor ugye különbséget kell tennünk az szerint, hogy most békeidőben ajánlunk el valamit, amikor nyilván a ganoterápia általános gyakorlatának megfelelően járunk el, és hát ennek ugye célja nyilván a szervezet általános állapotának a maximális szintre való emelése. De most ugye járvány idején vagyunk, és hát ilyenkor pedig a cél az a fertőzésnek a lehetőség szerinti kivédése, illetve hát az általa okozott károknak a minimalizálása. Itt egy kicsit különbséget kell tennünk az szerint, hogy aki hozzánk fordul, annak vannak-e ismert krónikus betegségei, mert ebben az esetben nyilván cél az is, hogy a gyengült területek élettani állapotát erősítsük, de hát ezen túlmenően nyilvánvalóan az immunrendszert támogatnunk kell, illetve a légzőrendszert. És hát ha magukat egészségesnek gondoló emberekről van szó, mert ugye láttuk a korábbi diákat, hogy azért az, hogy ők mit gondolnak, és mi a realitás, az általában nem ugyanaz. Nyilván itt az immunrendszer támogatása és a légzőrendszer támogatása az elsődleges. Tehát békeidőben egyébként a DXN készítményeivel lehetőségünk van a hiányállapotoknak a rendezésére. Ez nagyon fontos, mert azért ezek a hiányállapotok, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan problémának a hátterében ott vannak, amit mi nem kötünk össze hiányállapotokkal. Nagyon fontos a szervezet méregtelenítése is, mert hangsúlyozom békeidőben, és ugye Csizmadia Bea, aki az én mentorom, ezt többször is elmondta egy héttel korábban, hogy most ilyen szituációban a méregtelenítés csak terhelni a szervezetünket, tehát ne most rukkoljunk elő vele, majd lesz annak is megfelelő ideje. Tehát amikor békeidő lesz, remélhetőleg hamarosan, akkor azért erre emlékeztessük azokat, akik most számlátomást kapkodnak, és meg vannak ijedve, hogy mit jövők legyenek. Tehát akkor majd emlékeztessük őket arra, hogy ha vannak tüneteik, ha nem teljesen tünetmentesek, akkor az már véletlenül egy nagyon nem jó egészségi szintet jelent, és én úgy tudom, hogy egyébként a korábban bemutatott eszközök közül mind Csizmadia Beáta, mind Harmad Katalin használnak ilyen készülékeket, tehát őhozzájuk biztosan tudunk fordulni a rendszeren belül, és valószínűleg vannak mások is, akikről nekem nincs tudomásom, de biztos vagyok benne, hogy van mód arra, hogy egy tüneti kép mögé be tudjunk kukucskálni. Ugye a méregtelenítés, ahogy mondtam is, energiaigényes, és vészhelyzetben lehetőség szerint ne kezdjünk bele, tehát most a védelem kialakításával, megerősítésével kell foglalkoznunk, másképpen fogalmazva a megelőzéssel, aminek részeleme nyilván az energiaszínnek a növelése, az immunrendszer támogatása, és hát a szervezet általános működési igényeinek megfelelő különböző anyagok, enzimek, vitaminok, stb. A pótlása. Az energiaszint növelésére kiváló lehetőség ugye az adenozin, tudjuk, hogy a ganodermában jelen van, ugye és hát az ATP, mint energia hordozó, mint akkumulátor a szervezeten belül, annak a feltöltésére nagyon-nagyon jó.
A Cordyceps nek a hatásmechanizmusában vannak olyan mozzanatok, amely elő az oxigén felhasználásunkat maximalizálni tudja. Ugye ezt használták ki az ismert sportesemény során a kínai sportolók, illetve a spirulina nagyon-nagyon jó a sejtenergetika támogatására, valamint a szerves germániumot is szoktunk emlegetni, ugye a magasabb oxigén szint biztosítását megvalósítandó. Azért akadtam el, nekem van egy másik sejtésem is, de még nem publikus, majd egyszer talán erről is tudok szót ejteni, de ugye a germánium az a széncsoportban van a periódusos rendszerben, amitől neki nagyon érdekes tulajdonságai vannak a szilíciummal és a szénnel egyetemesen. Az immunrendszer támogatásában kiemelendők ugye a poliszaharidok, azok között is a bétaglükánok, illetve hát nyilván az immunrendszer is energiával működik, illetve a működtetéséhez ugyanúgy szükség van tápanyagokra, enzimekre, vitaminokra. És hát mindezeknek a pótlását illetően ugye dr. Lém nyilván békeidőre gondolva alapvetően úgy fogalmaz, hogy az ételünknek kellene lennie a ganodermának és a spirulinának, és tulajdonképpen mindazon dolgoknak, amiket most gondolunk ételként, azoknak kellene étrendkiegészítőként szerepelni. Viszont a mostani helyzetben ugye az ergét inkább csak a konkrét fertőzési tünetek kitörése idejére tartogassuk, és inkább a GL, tehát a fiatal ganodermát ajánljuk. De ott van remek lehetőségként a Cordypine. Ugye az enzimek egészen különleges szerepet töltenek be a szervezetünkbe. Én úgy gondolom, hogy ennek is érdemes lenne egyszer egy külön alkalmat szentelni, mert beszélünk enzimekről, de valójában érdemes róluk egy kicsit mélyebb megértést kapni. A morinzi, tehát a noni, ugye a moringa, az önmagában egy csoda, és vannak cégek, amiknek az egyetlen terméke gyakorlatilag a noni, és rendkívül jól megélnek pusztán annak a forgalmazásából. A morinziben rengeteg olyan dolog van, ami számunkra izgalmas, de egyet emelnék ki közülük, egy olyan anyagot, ami valójában a szervezetünkben mindenféle szerepeket betöltő fehérjéknek a térbeli szerkezetét optimalizálja. És a fehérjéknek a térbeli szerkezete az létkérdés, tehát hogyha azok nem olyanok, mint amilyen meg lenni kell, akkor ők nem működnek, akadályoznak folyamatokat, tehát tulajdonképpen romokban van a szervezetünk. Tehát a morinzi az egy nagyon-nagyon fontos portéka. Én azt gondolom, hogy egyszer érdemes annak egy külön alkalmat szentelni. És hát ugye a Rozelliet úgy szoktuk apostrofálni, mint C-vitamin forrást. Ugye a természetes C-vitamin források azok megint csak különlegesek, mert nem csak az aszkorbinsavat tartalmazzák, hanem azokat a kísérőanyagokat, amiktől maga a C-vitamin molekula olyan hatás spektrumra lesz képes, amit önmagában képtelen megvalósítani. És hát ugye ezeken túlmenően átmentettem őket ide erre az oldalra. Én a póriát is legalább időszakosan szoktam ajánlani. Én azt gondolom, hogy ő neki egy nagyon mély, igaz, hogy lassú, nem attraktív hatása van, de hogy az emésztőrendszeri gyákaártyával nagyon-nagyon komoly hatásokra képes, és teszi ezt abban az esetben is, hogyha mondjuk valakinek annyira rossz állapotú az emésztőrendszere, hogy minden egyéb készítmény tünetet okoz nála, ilyenkor a póriával ugye mégiscsak el lehet kezdeni a gyógygombás kúrát.
A fekete kömény kapszula az leginkább a légúti tüneteknek a csillapítására jó, és a légúti nyálkahártyának a rendben tartására, illetve megemlítem az én életmentőmet, az imint nevű kis cukorkát, ami a minap nagyon komolyan kisegített engem, mert elmentem egy olyan szupermarketbe, nem szokásom, de azt a vajat, amit szeretek, azt csak ott lehet kapni. És ha már ott voltam, akkor a gyümölcsök köz is el látogattam, és ugye abból a maszkból, amit addig a zsebembe hordtam, valami kis szőzt beszippantottam, és elkezdtem volna köhögni. Tehát úgy éreztem, hogy a szemem az már kétszer akkora, mint szokott, kezd kékülni a fejem, és szerencsére volt nálam a zsebembe ez a kis cukorka, és azt a köhögési rohamot, ami egy ilyen torokcsikizés után beszokott következni, azt én megúsztam, és mondjuk egy ilyen köhögési roham, ugye egy ilyen koronavírus járvány idején valószínűleg azt eredményezte volna, hogy ott a biztonságiak engem letartóztatnak, és lehet, hogy nem csak karanténban, hanem gulágra is elkerülök. Tehát nekem az imént bizonyított, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és most már mindig van nálam. De ugye fontos, hogy legyen készleten kordicepszünk és ergénk, mert abban az esetben, hogyha mégis kitörnének rajtunk a koronavírus fertőzésnek a tünetei, akkor ezt a két készítményt mindenképpen alkalmaznunk kell. Az adagolásról Csizmadia Beátának az előadásában is volt szó. Én azt gondolom, hogy itt abban az esetben, ha tünetünk van, akkor válasszunk egy olyan adagot, amit mondjuk úgy, hogy a költségvetésünk kibír, de ilyenkor azért én úgy gondolom, hogy legalább egy 2x2-3x2 kordicepszel érdemes indítani, és hát az ergéből meg 3-4 kapszulát minimálisan, és azt én úgy gondolom, hogy érdemes ismételgetni a nap folyamán legalább egy-két alkalommal. Ugye az immunrendszer jó működési állapotának azért feltétele az is, hogy a nyálkahártyáink jó állapotban legyenek, és ahogy Bea ezt minden előadásában nagyon kihangsúlyozta, ugye a nyálkahártyáinknak a megerősítésében elsődlegesen a GL készítmény nagyon-nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a pórja is derekasan kiveszi a részét, illetve ha a légúti nyálkahártyákra gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy a cordycepsről sem feledkezhetünk meg, sőt, ott elsősorban azt gondolom, hogy ő neki van komoly szerepe. A megfelelő állapotú mikrobiom, ugye az elmúlt 10-15 évben rengeteg, most már nem csak híradás, hanem tévéreklám is szól arról, hogy érdemes a bélflóránkat rendezni, és hát erre léteznek nagyon jó probiotikumok, tehát baktérium tartalmú készítmények, de valójában a prebiotikumok szerepe a bélflóra rendezésben legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a probiotikumoké, és érdemes lenne erről is egyszer külön egy alkalommal beszélni, hogy a gyógygombák poliszaharidjai azok a legjobb prebiotikumok közé soroltatnak, és egyébként én úgy gondolom, hogy az algát is tekinthetjük prebiotikumnak. Ugye a megfelelő állapotú nyirokrendszer. A nyirokrendszerről megint érdemes lenne egyszer külön beszélni, mert úgy beszélünk róla általánosságban, de hogyha egy kicsit belekukucskálnánk, hogy ott hogy néz ki a valóság, vagy lenne róla valamiféle sematikus képünk, akkor én úgy gondolom, hogy többször gondolnánk rá. Egyébként a nyirokrendszert élettani állapotát javítandó. Nekem nagyon jól bejöttek például a kokáira az alga készítmények, most akár a tabletta, akár a por. És hát ugye az immunrendszer sejtes elemeinek
a megfelelő funkcionális állapotba való hozatala is nagyon fontos. Eredetileg azt gondoltam, hogy beszélek nektek fehérvérsejtekről, de szerintem uncsi lenne. Azt gondolom, hogy egyszer egy ilyen szűkebb körben talán arról érdemes lehet beszélni, de nem hiszem, hogy különösebben élvezetes lenne. Külön szeretnék említést tenni a bétaglukánokról, ugye a poliszaharid frakciónak a részei, és hát a gyógygombákban egyedülálló sokszínűségben vannak jelen, tehát én úgy gondolom, hogy a gyógygombák gyakorlatilag a legjobb bétaglukán források, bárki bármit is mond, nyilván minden cég, aki bétaglükent forgalmaz, a saját forrását fogja magasztalni, de mi tudjuk, hogy a gombák a legjobbak, és hát egyébként főleg a veleszületett immunitásnak az éberséget, aktivitását, hatékonyságát tudják fokozni, és a bétaglükánok piacán is egyébként megfigyelhető a gyógyszergyártói szemléletnek a megjelenése. Ugye, akinek volt olyan szerencséje, hogy a 2019-es karácsonyi rendezvényen részt tudott venni, élőben is meghallgathatta dr. Derges témájának a zseniális előadását ebben a témában. És ő elmondta azt, hogy a Ganodermából miért nem lehet, vagy miért nem érdemes tulajdonképpen gyógyszert készíteni. És én már látok olyat, hogy a bétaglukánokból gyakorlatilag a gyógyszerré minősítés felé menetelő készítményt izoláltak euró csiliókért, tehát rengeteg pénzért, hogy ez szabadalmaztatható legyen. Én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon éri meg. Tehát lehet ezzel embereket megtéveszteni, és lehet hatóságok támogatását kivívni, de ez azért a valóságban egy olyan szituáció, mint hogyha egyébként egy nagy zenekarra írt művet, mondjuk egy, mit tudom én, Beethoven 5. szimfóniát egyetlen egy szólóhegedűsre bíznánk, hogy szólaltassa meg, és nyilván vannak darabok, amik egy szólóhegedűn nagyon szépen szólnak, de én azt gondolom, hogy az előbb említetthez a nagy zenekarra van szükség, és a bétaglükánok és a maguk teljességében tudják azt az elképesztő hatást adni, amihez mi hozzá vagyunk szokva, és remélhetőleg még sok embernek ezt meg tudjuk mutatni. Ide talán kapcsolódik Konfuciusznak a jövőbe látása, valószínűleg nem a gyógyszergyártókra gondolt, de hát ugye úgy fogalmazott, hogy az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük, tehát szerintem mi maradjunk a gombák alkalmazásánál. Bea, az én szeretett mentorom, ugye utalt arra, hogy én majd fogok beszélni a spirulináról. Ez tulajdonképpen igaz, tehát mondjuk egy diát legalább készítettem róla, és én a spirulinával kapcsolatban azért vagyok bajban, mert egy annyira sokoldalú készítményről van szó, hogy ha ebből én kiválasztok 8-10 hatást, akkor azt gondolom, hogy elsiklik a másik 100, tehát nagyon-nagyon értékes, és ugye Dr. Limnek a megfogalmazásából tudjuk, hogy tökéletesen kiegészíti tulajdonképpen a ganodermának a tápanyag, hatóanyag tartalmát, tehát a kettő együtt igazából mondhatjuk, hogy lefedi azt a spektrumot, amire a szervezetünknek szüksége van. Egy olyan vetületet mondanék kell mégis, amit én fontosnak tartok. Nem tudom, hogy lesz-e mód következő előadásra, de egyszer, ha igen, akkor érdemes lenne arról is beszélnünk, hogy a világ több annál, mint amit most belelátunk, és ezt már 1920 óta, tehát pont 100 éve
tudja egyébként a tudomány, de igyekszik róla nem tudomást venni. Tehát ugye a savbázis egyensúlyról elég sokan megszólaltak már az elmúlt 20 évben, és hát ugye a savbázis viszonyokat, tehát a proton nyomást vagy aktivitást azt a pH skálán szoktuk jelölni, és hát úgy gondoljuk, hogy a 7,2-es pH az, ami a mi kötőszöveti állományunkban ideálisnak tekinthető, tehát sejtközti térben. És ennek a pH skálának van egy testvér skálája, ami nem ismert. Tehát amikor a világ erről az egészről tudomást szerzett, akkor egy idő után egy modernkori boszorkányüldözésnek volt a Clark nevű illető, aki ezt napvilágra hozta, tulajdonképpen az áldozata, és visszavonatták vele a tanait, de ma is Európában, főleg francia nyelvterületen és Németországban ismerik és alkalmazzák az RH2-nek, tehát az elektron aktivitásnak a fogalmát, ami egy a függőleges skálán van feltüntetve. És én úgy gondolom, hogy az alga ebben a tekintetben, de egyébként a morinzi is nagyon-nagyon komolyan tud nekünk abban segíteni, hogy egy olyan területről, most a kurzorral, ha én itt mutogatok, akkor itt az ábra felső részénél láthatjuk igazániból a vírusoknak a rezidenciáját. Tehát ők nem bármikor találomra érzik jól magukat a szervezetünkben, hanem abban az esetben, hogyha ez az oxidoredukciós egyensúly borult fel a szervezetünkbe, és alapvetően elektron hiányossá válunk, az kedvez a vírusoknak, és ennek az elektron pótlásnak én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eszközét képezi az alga, és én úgy gondolom, hogy a moringa is. Tehát gyakorlatilag ő segít minket ide ebbe az egyes zóna irányába lehúzni, ahol már a szervezetünk számára sokkal barátságosabb viszonyok vannak. Egy jóval előttünk élt illetőnek, Oliver Cromwellnek az idézetét szeretném most egy pillanatra felvillantani, ugye a bíz Istenben, de tartsd szárazon a puskaport. Ezt mi dékszenesek úgy érthetjük, hogy ugye alkalmazzunk magunkon egy fenntartó adagot, de azért lehetőség szerint legyünk nekünk tartalékunk. És abban az esetben, hogyha azt érezzük, hogy mégis csúszunk lefelé, akkor egyszerűen az adagoláson lehet növelni. Egy nagyon rövid kitérőt én azért tennék, mert én a magam példáját szeretném elmondani. Ez egy íris, tehát egy szivárványhártya, ami ugye nagyon könnyen láthatóvá tehető, és a mai legegyszerűbb telefonokkal is lehet makrózni, tehát azt gondolom, hogy nem egy nagy elvárás mondjuk az írisztről egy fotót készíteni, és azt akár a számítógépünkön tudjuk archiválni. Érdemes lehet ez abból a szempontból, hogy a szivárványhártya nagyon jól leköveti a szervezetünkben történő változásokat, és én azt szerettem volna nektek elmondani, hogy a mi családunk apai ágon legalábbis tüdő érintettségű, tehát vele születetten van légúti gyengeségünk, az én dédnagymamám majdnem meghalt légúti betegségben, átviselte, az apai nagymamám meghalt egy tüdőgyulladásban akkor, amikor édesapám 3 hónapos volt, édesapám nagyon súlyos asztmában szenvedett, és én, amióta az eszemet tudom, minden egyes őszi-téli-tavaszi szezonban nekem sikerül begyűjtenem egy alsó légúti fertőzést.
ami mindig úgy indul, hogy itt toroktájon érzek valami fura érzetet, tehát egy ilyen gégetájéki gyulladással indul a történet, aztán megy lejjebb a lépcsőre, és utána a főhörgőkre, és tudom, hogy vége van. És ilyenkor persze az elmúlt években már voltak olyan eszközök, amik többé-kevésbé ezt a tendenciát sikeresen és idejében meg tudtam fordítani, de október második felétől kezdtem el szedni a gyógygombákat, és ez volt az első tél, amit a mai napig, pedig hát most már ugye jócskán benne vagyunk a tavaszban, megúsztam gyakorlatilag köhögés nélkül, leszámítva a múltkori vásárlásom közbeni köhögést, amit ugye az iménnek köszönhetően végül is megúsztam. Tehát a fertőzést megúsztam, és azt szerettem volna nektek mutatni, hogy bár ilyen ábrát nem készítettem, itt ha a szembe áll velünk az illető, és legyen ez a baloldali szem, akkor így 2 és 3 óra irányában képzelhetünk el itt egy-egy ilyen sötétebb foltot, egy ilyen élesebb kontúrú, sötétebb kék, tehát ahol kevesebb ilyen kötőszöveti stróma van gyakorlatilag. Nekem ez így nézett ki, és az íriszem, mondhatom, hogy ezt a jelzést, amit én 20 éve, 18, nem tudom mióta nézegetek, azóta ez nekem mindig megvolt, ez gyakorlatilag szedte a sátorfáját, és eltűnt az íriszemről. Tehát ez a bal oldalon 2 és 3 óra irányában van, jobb oldalon pedig a jobb tüdővel összefüggésben, meg légutakkal kapcsolatban pedig ilyen 9 és 10 óra irányába. Tehát az írisz is egy nagyon jó lehetőség egyébként, hogy le tudjunk csekkolni eltéréseket. Nem feltétlenül tudományos mélységben, de azért vissza szokta tükrözni a valós állapotokat. És ha már az írisznél tartunk, azért tettem be ezt a diát, mert ugye sokan vannak, lehet, hogy akár köztünk is, akik félnek a koronavírus járványtól. Az írisz nagyon jól visszaadja azt, hogyha valakinek félelmei vannak, mert a rajzolata, nem tudom mennyire látszik a dián, ilyen redőszerűvé válik. Tehát mintha egy ilyen kis tangóharmonika lenne itt ez a külső rész. És hogyha valakinek ilyen írisz rajzolatot látunk, akkor én azt gondolom, hogy az eddig említetteken kívül ajánljuk neki a süngombát is, mert a süngomba nagyon jól kiegyensúlyozza a vegetatív idegrendszerünket, és ez nyilvánvalóan a vegetatív idegrendszeren belül egy szimpatikus tónusfokozódás. Szimpatikusnak hívják magát ezt az idegrendszeri ágazatot, és nem azért szimpatikus, mert nekünk szimpatikus, hogy ő izgul, és a paraszimpatikus tónus fokozódást, a szimpatikus tónus csökkenését tudjuk a gyógygombák közül a süngombával elérni, ami egyébként a gyógyulásnak az alapfeltétele, például akár egy daganatos szituáció esetében is. Hogyha pedig a veletek szemben helyet foglaló illetőnek így néz ki a szeme, akkor legyetek vele nagyon udvariasak, mert valószínűleg az avatárral ültök szembe. Na, egy másik mikrorendszer, ugye a talp. Úgy tudom, hogy a DXN-es közösség tagjai között is vannak reflexológusok, illetve talp masszőrök. Én úgy gondolom, hogy érdemes hozzájuk fordulni, tőlük tanulni, és saját magunkon is a tüdőnek a zónáját viszonylag egyszerű módon, akár naponta, vagy napi több alkalommal is megfelelő módon kezelgetni. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Hogyha pedig valakinek nincsen konkrét ismerettsége, nekem olyan szerencsém van, hogy személyes jó ismerősöm, sőt hozzánk regisztrált a DXN-be
Bánszki Judit, ugye, aki a hazai reflexológus képzésben, én úgy gondolom, hogy a legismertebb név, nem utolsó sorban, ugye ő a magyar természetgyógyászok és életreformerek tudományos egyesületének az elnöke. Judit egy nagyon szerény és nagyon nagy tudású ember, jó szívvel ajánlom, és szerintem az sem kizárt, hogy akár tarthat nekünk egy belső, egy ilyen zanzásított képzést, de ezt én csak arra az eshetőségre mondom, hogyha a tagságon belül kimerültek azok a lehetőségek, amik egyébként rendelkezésre állnak. És hát ugye ott van nekünk egy kiváló termékpalettánk, hála a DXN-nek, és én nekem erről a termékpalettáról mindig az jut az eszembe, hogy ez egy olyan biztonságérzetet nyújt. Mondom ezt úgy, hogy azért nagyon-nagyon sok készítmény megfordult már a kezeim között, de ugyanolyan biztonságérzetet ad, mint amikor ráfekszem mondjuk úszás közben egy vízfelszínre. Aki tud úszni, az tudja, hogy miről beszélek, tehát az ember hanyatt fekszik, és biztos benne, hogy a víz fenn fogja tartani, és most én biztos vagyok benne, hogy a DXN készítményeinek a szedése egy jó élettani állapotban meg fog tudni bármelyikünket tartani. De tudjuk azt is, hogyha azt érezzük, hogy süllyednénk, akkor rúgunk egyet, és már is az eredeti pozícióban vagyunk. Tehát egy picit emelünk a dózison, és már is visszakerülünk a felszínre a biztonságot nyújtó körülmények közé. Ugye az adagolásra szeretnék röviden kitérni, és ugye kire másra lehetne hivatkoznom, mint dr. Lémre, aki azt mondja, talán a legismertebb abban a 20 perces videójában, ami a YouTube-on nagyon könnyen elérhető, hogy normál esetben a napi működések támogatásához 3, muszáj 6 pár ganoderma kapszulát szedegessünk. Itt jön be a különbözőség a keleti szemlélet és a nyugati szemlélet között. Ő normál eset alatt, én úgy gondolom, hogy azt érti, amit én a betegségek kifejlődésénél az enyhe eltérés kifejezéssel illettem, tehát ahol az illetőnek gyakorlatilag tünete sincsen. És ő súlyos esetnek hívja azt, és 15 pár ganoderma kapszula szedését ajánlja, abban az esetben, amikor egyáltalán megjelennek a tüneteink, ugye, hát ilyenkor szoktunk mi magyarok vívódni, hogy most már elmenjünk-e orvoshoz, vagy ne, vagy keressünk-e természetgyógyászt, vagy valamilyen természetes megoldást. Tehát ilyenkor mi még húzzuk, halasztjuk a dolgot, ő pedig már azt mondja, hogy gyakorlatilag nagy adagban kell szedni a készítményt. És ő nagyon súlyos esetre hivatkozással napi 30 pár ganoderma kapszulát ajánl nekünk, és ez az, amit tulajdonképpen bármelyik betegséggel be tudunk helyettesíteni, vagy azonosítani tudunk. Tehát a keleti szemlélet sokkal szigorúbban fogalmaz, és sokkal hamarabb szeretne minket az ideális egészségi állapotba visszatéríteni, mint ahogy ezt mi a nyugati szemléletünk alapján felfogjuk, és ugye csak emlékeztetőnek mutatom a korábbi diákat, hogy bizony egy súlyos betegség esetében már nagyon romos állapotban vagyunk, vagy felfoghatjuk úgy, hogy a kút alján pislogunk. Most én azt gondolom, hogy ez a járványos időszak nagyon sokféle módon felhívja a figyelmünket arra, hogy változásokra van szükség a világban, akár a környezetszennyezés tekintetében ugye rávilágít arra, hogy talán nem célszerű uborkát 2000 kilométerről
behozatnunk, amikor a szomszédnak a fólia sátrában is megterem. És én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot érdemes arra is kihasználnunk, hogy egy kicsit az egészségünkkel többet foglalkozzunk, és az online lehetőségek kiváló alkalmat adnak most rá, amikor az emberek zöme ráér foglalkozni az internettel, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy bizony ideje változtatni, hogy a békát, aminek eddig a feneke alatt volt a mi egészségünk, azt szintén változtatásra ösztökéljük, és hát ő próbálja magának valamilyen más állást keresni. Ez az ábra nem tudom mennyire látható, valójában egy csoportkép, ahol hangulatjelekkel vannak az arcok kitakarva. Ezt egy kicsit közelebb hozva, akár az én klientúrámból, vagy lehet, hogy közületek is lehetne példát találni. Nekem a klientúrában van olyan, aki azt mondja az eddig elmondottakra, hogy ez az, doki, eddig is megtettem mindent, amit mondtál, úgyhogy vágjunk bele. De lehet, hogy van olyan, aki ez bizonytalanodik és gondolja, hogy lehet benne valami, majd meggondolom. Lehet olyan, aki dilemmázik, hogy honnét is tudok én erre fedezetet teremteni, talán ha egy kicsit visszafogottabban sminkelek, akkor azon tudok spórolni. És hát nyilván lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát hogy is ne, hogy a összvonalas fröccs bérletemet holmi gombákra cseréljen, tehát nyilván lesznek olyanok, akik ki kosaraznak minket, és lehet, hogy van olyan is most a hallgatóságban, aki már ez alatt elaludt, és majd kérdezi, hogy volt-e valami érdekes. Tehát az adagolási ajánlásra csak utalva, én azt gondolom, hogy azért egy napi 30 pár ganoderma kapszula ajánlása, az bármelyikünknek egy komoly próbatétel, és leginkább amiatt, hogy erre az emberek zöme mondhatja azt, hogy sajnos ennek nincs meg az anyagi fedezete. Én óvaintenék mindenkit attól, hogy egyfelől elkezdjen nagyon durván a dagokat csökkenteni. Tehát ilyen szituációban jellemző az, hogy úgy csinálunk, mint a skóta viagrával, hogy elkezdjük nyalogatni, és közben várjuk a hatást, nem fog megjönni. Vagy a másik lehetőség, hogy valamilyen sufni tuningban gondolkodunk, és majd okosba az interneten találunk mi másik gyógygomba készítményt, és majd azt kezdjük el szedni. Tehát óvaintenék mindenkit attól, aki ebben gondolkodik, hogy mondjuk egy a DXN készítményeit megpróbálja helyettesíteni. Tapasztalatból mondom, és volt már dolgom gyógygombákkal, hogy ilyen hatékonyságot, vagy ehhez hasonló, ezt megközelítő hatékonyságot igazándiból nem nagyon találtam még, és a túlnyomó többség pedig messze elmaradt. Persze kérdés, hogy az illetőnek mi a célja ugye a gomba kúrával, mert hogyha szőlőkarú állagút akar kakálni, akkor nyugodtan szedegessen az internetről bevásárolt, darált bükkfataplót, de hogyha a korábban említett immunológiai stabilizálódást és egészségi szint növekedést szeretné megcélozni, akkor én azt gondolom, hogy ne bóckodjon, hanem vásárolja meg a DXN-nek a készítményeit. És én azt gondolom, hogy ehhez itt minden lehetőség adott, hiszen van egy nagyon jó vezetőségünk, és vannak kiváló előadóink, akik mind az üzleti vonatkozások tekintetében, mind a felhasználás, az ajánlás tekintetében utat tudnak nekünk mondani, és hogyha az ő videóikat megosztjuk azokkal, akiket mi szeretnénk a DXN-be bevonni, akkor én azt gondolom, hogy
sikeresek lehetünk, akkor is, hogyha egyébként nem tartjuk magunkat mondjuk MLM gurunak. És én azt gondolom, hogy ezt azért is érdemes egyébként megtenni, mert a bélflórán keresztül, ami szintén egyébként megérne egyszer egy külön alkalmat, hogy arról beszéljünk, nagyon-nagyon jól lehet a hangulatot javítani. Ha kimegyünk az utcára a tiltás ellenére, akkor nagyjából ilyen arányban látunk embereket, ha egyáltalán a maszk engedi azt, hogy láthassuk az ő arckifejezésüket. Tehát ez a magyar átlag, hogy 9-ből, ha jól számolom, egy mosolyog, és azt az egyet megnézik, hogy annak mi baja van, hogy ilyen jókedvű. És én nagyon remélem, hogy minimum ide sikerül eljutnunk a DXN-es tevékenységünk kapcsán, hogy ennek a kis országnak a hangulatát is jobbá tudjuk tenni, mert az is nagyon-nagyon ránk férne. És én úgy gondolom, hogy ha ebbe bele tudunk állni mindannyian, akkor az anyagi fedezet megteremtése senkinél nem lehet probléma. Tehát akár a megadózisok árának a megteremtése és a Cordyceps, Cordypine, Morinzi, akár emelt adagban történő szedésének a fedezetét is elő tudjuk teremteni. És ugye tudjuk, hogy nem az a cél, hogy most aranyból legyen a malacperselyünk is, hanem hogy jó életünk lehessen, és az egészségünknek az alapjait mindenképpen meg tudjuk magunknak teremteni. És én azt érzékelem, hogy ezzel a vezetőséggel, és akiket én eddig a tagságból megismertem, azt mondhatom, hogy veletek kéz a kézben, én úgy gondolom, hogy ezt maximálisan meg fogjuk tudni valósítani. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a lehetőséget és a figyelmeteket, és mindenkinek szép estét kívánjak, illetve hogyha vannak olyanok, akik kérdést szeretnének nekem szegezni, ami egyébként érdekes, mert mondtam, hogy nekem néhány hónapos tapasztalatom van, a többségeteknek pedig ennél négyvált lényegesen hosszabb távra visszatekintő, akkor én azért szívesen állok elébe, megpróbálom itt a megfelelő változtatásokat ehhez meglépni. Hát én nagyon szépen köszönöm, mert úgy látom, hogy inkább gratulációk jöttek, mint kérdések. És nagyon szépen köszönöm, Laci, ezt a ma estét. Én elhallgattam volna még órákig, de én is azt gondolom, hogy lesz még lehetőség arra, hogy élvezzük a tudásodat és a tapasztalatodat. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szép estét kívánunk, és ami jó hír, hogy ez az előadás is elérhető lesz. Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget Kocsó Lászlónak, úgyhogy rövidesen ti is, akik még nem hallották, vagy akik szeretnétek újra nézni ezt az előadást, majd újra meghallhatjátok. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, Laci, ezt a remek előadást, és mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és hát tényleg a lehetőséget is, mert elképesztő bizalom a részletekről, hogy tulajdonképpen ide jöhettem erre a posztra, úgyhogy köszönöm, és én is szép estét kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!